A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a nézőket, Szűcs Robert nevében is, Dombóvári Gábor vagyok. Remélem, figyelemmel tudták kísérni korábbi adásainkat, hiszen hát nyugodtan merem mondani így négy szem közt, hogy igencsak érdekes felvételeket láthattak, például a holdra szállásról, a hold túlsó oldaláról, a Marsról. Hát most nem mondom el végig, hogy mi mindennel találkozhattunk, és találkozhattak, hiszen még ezek a témák időnként, és ahogy meg is ígértük közösen, például a hold, majd, hogy úgy mondjam, visszaköszön. Visszatérünk a holdra. Ami pedig a mai műsort illeti, ugye nagyon sokszor kételkedve fogadják azokat az észleléseket, megfigyeléseket, amelyeket, hát mondjam úgy, civilek fedeznek fel az égen, itt ott, ott. Ma viszont olyan szakemberek beszélnek, akik tényleg profik. Tehát ha azt mondom, hogy mit láttak a pilóták, és mit láttak az űrhajósok, akkor hát talán egy picivel jobban hiszünk nekik, mint annak a magunkfajta átlagembernek, hogy így mondjam, hogy fölnézünk az égre, aztán látunk valamit. De nem csak nálunk, és nem csak Magyarországon, és nem csak Európában, ugye Robi, hanem világszerte mindenhol különféle észleléseket regisztráltak a szakemberek. Ez azért nagyon fontos, Gabi, mert valóban pontosan úgy néz ki a dolog, ahogy felvázoltad. A szkeptikusok ízekre szokták szedni azokat a beszámolókat, amikor Józsi bácsi kimegy a kert végébe, lát valami megmagyarázhatatlan jelenséget, és akkor egyből rohan, és akkor világá küldődik, hogy Józsi bácsi UFO-t látott. Valóban nagyon sok olyan dolog van egyébként, amit össze lehet téveszteni. Tehát összetévesztettek már madárrajokat. Nagyon sokan előfordult, hogy a Vénuszt tévesztették össze azzal. Valamikor az űrállomást, amikor éppen fény lett. És van egy olyan sor jelenség. Viszont, hogyha valaki kimegy a este egy olyan helyen, Gabi, ahol nincsenek a város fényei, és fölnéz az égre, biztos vagyok benne, hogy egy óra alatt legalább két vagy három olyan döbbenetes jelenséget fog tapasztalni, amire úgy gondolja, hogy nem illik oda az égboltra. Uh-huh. Most akkor itt vannak a pilóták és az űrhajósok, akik már hivatalból, és a pilótákok vannak fönn a légtérben, a legtöbbször, bocsánat, tehát amikor utaznak a repülőgéppel, az űrhajósok ott vannak a földközüli térségben, tehát őnáluk sokkal nagyobb eséllyel fordulhat elő, hogy valami olyasmit látnak, amit mi az UFO jelzővel illetünk, tehát egy megmagyarázhatatlan égi jelenséget, és itt nagyon fontos, emlékszik, az enyém beszéltünk, hogy kiemeltem, hogy valami fajta tárgyat látnak, amit, tehát hogy nem arról van szó, hogy látnak egy valami fajta fényjelenséget, mert ezért is, hanem egy azonosítható tárgyat, ugyanúgy, mint hogy az UFO kifejezésből, object az utolsó része, az tárgyat jelent. Flying object, repülő tárgyat jelent. Tehát nem arról van szó, hogy ott a végén van egy valami fajta elmosódott fénypac pötty az égen, hanem amiről ő meg tudja állapítani, hogy ez egy tárgy. Na induljunk akkor neki, hol kezdjük a felvételeket? Hát szerintem nézzük meg, ez egy nagyon érdekes, hogy 2005-ben a mexikai légierő az Egyesült Államoktól kapott egy halom ilyen felderítő repülőgépet, amit elsősorban arra azért kapták meg, hogy a drogcsempészeket az utol alá figyelme kísérjék, és ezek fölküldték a légtérbe, és már az első útjukon olyan döbbenetes jelenséget tapasztaltak, amik egyébként bejárták az egész világ sajtót. Nézzük! Pero a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. ¿Ve cómo se ve? Se ve como en dos faros. Viene como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta adelante. Puntito adelante. A ver, ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver, permítame, déjale, busco. ¿Y nosotros? Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías, Telles? ¿Eh? Oye, a ver, abusado, eso es como... Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Son muchos objetos. Afirmativo. Ahí van. Va, uno. Uno. Y ahí van los atrás. Siguientes. ¿Qué es eso? Dios mío. ¿Se me correteando? ¿Qué es eso? A ver, trata de enfocar. El máximo.
Ok, no deje que los dejes atrás. Ok. Van. Sigue ese, no lo dejes, no, van todos, van aproximadamente. Ay, cabrón, como 10, como ya lo dio. ¿Ya lo dio? ¿Qué va pasando? Tú van ese, no, no lo pierdes. Ahí van. Ahí van. 3, 4, 5, 6. Son 6. Abajo o arriba, o arriba. En medio, ahí van. Ahí van, 1, 2, 3, 4, 5. Qué barbaridad, ¿eh? Ahí se van a ver bien. Y van a una velocidad, pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierres. ¿Están a la misma altura este Telles? Afirmativo. Poquito, arriba, arriba. 8, 9, 10, 11 contando toda la cola. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros. Pues nosotros no podemos saber qué distancia. ¿Por qué nos vienen siguiendo? Fantasztikusak a felvételek, de amikor ez nyilvánosságra kerül... Csak nem, mi a kerül, problémád van vele? Nekem semmi problémám nincs vele, hanem ezt ott a pilóták látták, lefilmezték mindent, és akkor most már elnézést a kifejezésért, komolyan veszik ezt? Hát kénytelenek komolyan venni, miután... Nem még... ők, akik tanulmányozzák esetleg. Hát én szerintem igen, ezt nagyon sokszor beszéltünk róla, hogy azok, akik igazán vizsgálják ezt a rejtét, azok biztos, hogy ebben az ígyben is tudják az igazságot, és megpróbálták azon eltusolni. Most ez a felvétel, ami ezt bejárta az egész, a szószoros értem a világsajtot, tehát ezt több milliárd ember láthatta. A felvételen az volt rajta, ami nagyon fontos volt, hogy egy 21. századi technológiával készült. Tehát nem lehet semmelyik komponensre ráfogni azt, hogy nem volt jó a radar, nem volt jó, nem volt olyan technológia, ósdi volt, nem, ezzel nem lehet ilyen felvételeket készíteni. Tökéletesen alkalmas volt, ott voltak ezek a dolgok, mindenki rátapadt erre az ügyre, Magyarországon is nagyon sokat foglalkoztak, emlékszem, még színes ufós korszakunkban bennünket is behívtak ilyen különböző tévékezésre, elmondtuk ezeket a dolgokat, de megnyugtató választ senki sem adott rá, abban maradtunk, hogy igen, bocsánat, itt nem volt hozzá hangálmondás, de itt csak a pilóták és a toronynak a spanyol nyelvű kommunikációja volt, de lehetett látni, hogy számolták az objektumokat, hogyha jól tudjuk, akkor 7 vagy 8 objektumot számoltak meg, és ezek valóban ott lepültek a mexikai öböl térségében, és azóta sincs rá válasz. Azon a környéken hát eleve eszméleti mennyiség észlelés történt, és mondom, ezekre sem adtak választ. De ha már ott tartunk abban a régióban, az Egyesült Államok területéről érkezett érdekes módon onnan volt a legtöbb észlelés, illetve az amerikaiak a leglelkesebbek abban, hogy mindenképpen felvegyenek ilyen dolgokat. Tehát ők veszik a fáradtságot arra, hogyha, mit tudom, hogy látnak ilyen jelenséget, akkor gyorsan előkapják a kis kamerájukat, szépen rögzítik, azonnal elviszik egy televízióhoz, ott azonnal veszik a fáradtságot arra, Gabi, hogy kimenjen egy bizonyos stáb, azonnal riportokat készítsen, megcsinálja, minden egyes esetben. Nem úgy, mint Európában, meg nem úgy, mint Magyarországon, igen, illetve nálunk egy olyan 10 évvel ezelőtt időszakban elég sűrű volt ez a dolog, és elég sokat foglalkoztak a nagyobb televíziók is, most már nem. Szerintem nézzünk meg egy másik olyan bejátszást, amiben egy bizonyos dolgot egy ilyen kisebb helyi televízió megpróbál kivizsgálni, hogy na, mi is lehetett az a jelenség, és szakembereket is megkérdeznek róla. Nézzük meg. People in American Fork and Highland reported some strange happenings in last night's sky. They did, and they want to know what was hovering over that area between 7:15 and 7:30 last night. ABC4's Barb Smith is taking action to find out what it was, Barb. Robert and Karen, they tell us that they saw lights, but those lights were not from an airplane or a helicopter, and these lights dropped something as they hung low over the sky. I don't believe in extraterrestrials. Lynette Chittister doesn't believe in close encounters, neither does Mike Galbraith. And when people tell me this, I think, oh, you know, it's, you're just seeing things or people are making things up. But last night, both saw something in the sky that they can't explain. Mike was in the Air Force and says the lights hovering in the sky were unlike any he had seen. He was outside a shopping center in American Fork, grabbed his cell phone and took this video. I looked up and there was three red lights and then they started dropping
looked like flares or something bright was dropping straight down. Lynette saw it too at her home in Highland. And I noticed over the roof of the garage a red light and a white light. And the red light isn't flashing, that like an airplane light does. That's what drew my attention to it. She says soon there were three. And out of the red light comes like a firework, the phosphorescent silver. It's coming down out of it, and I thought, okay, I've never seen that before. Both say the objects were flying slowly, almost hovering, and were in formation. And they looked like they were flying in formation perfectly together, and then whatever was dropping looked like it was burning real bright. The Galbraith says the lights were without sound and did not belong to any plane or helicopter he was familiar with from his military experience. And he says what was being dropped were not flares. They usually shoot out of the sides or they shoot down, and there's a lot of them. And you could definitely hear them. Lynette's husband once manufactured military flares. He agreed what was being seen was not a military exercise. But what was it? Azt mondta itt a hölgy a végén, hogy hát akkor mi volt ez? Igen, de hát egy szakértőt kérdeztek meg, és a szakértő, és a repülési szakértő azt mondta, illetve azt nem mondta, és sajnos fogalma sincs erről az egészről. De gyorsan értsünk néhány szót egyébként, hogy értelemszerűen, mint hogy te műsor elején említetted, nem csak az Egyesült Államokban, nem csak Európában, illetve te fordítva indultál, hogy nem csak Magyarországon, Európában, világban. Magyarországon is nagyon sok ilyen dolog történt, erről már beszélgettünk. Igen, egyszer Kecskeméten találtak. Igen, volt, utána, most volt egy ilyen rendezvény, mert megjelent Magyarországon egy ilyen könyv, amit egy Knoll Gyula nevű úr, aki volt repülő, most már ezredes írt egy ilyen a pilóták és űrhajósok UFO-i szerései címmel. Igen. És ő hihetetlen dolgokat gyűjtött össze, és kiderült egyébként, hogy Magyarországon is már az 50-es évektől előfordultak ezek a dolgok, és ez, Gabi, a klasszikus olyan történet, pilóták gyakorlatilag erről a dologról nem mesélhetnek. Ezt mindenki megpróbálja egy kicsit negligálni, és azt mondja, hogy jaj, ezt nem kell mondani, de igen. Ő elmondta, a vezetőbeosztásban volt, Gabi, tényleg olyan posztokon dolgozott, ő is látott ilyen dolgokat, részese volt, és elmondta, hogy igen, ha ő akkor bement, és ez még a rendszerváltás előtti időszakban is volt, és bement, és azt mondta volna, hogy kérem szépen, én UFO-t láttam, abban a pillanatban azt mondták volna, hogy ön egy kicsikét, hát egy kicsit valami flugja lehet a szó fizika értelme, és abban a pillanatban nyugállományba helyezték volna. Tehát éppen ezért a pilóták csak egymás között beszéltek, viszont akkor megbeszélték. Nagyon sokszor előfordult katonai pilótákkal, de nagyon sokszor előfordult polgári pilótákkal is. Említettél te is, hogy ugye volt honvédelmi miniszterünk is. Így van. Éppen repültek az akkori Szovjetunióba, és nyugodtan mondhatom, hiszen nem titok, mert élő adásban elmondta, hogy láttak azonosítatlan repülőtárgyakat. Nem itt is kimondhatod, mert most már... Keleti Győrről van szó. És hogy követték a repülőt, ő ezt elmondta adásban. Pedig gondolom egy védelmi miniszter egy katonai gépben nem amatőrökkel utazik. Gabi, amikor ennek a könyvnek volt a bemutatója, akkor nem voltam Kaposváron, és akkor ott sajnos forgattam egy filmet, de egyedül csináltam, és egy kicsit amatőrséget azért nem tudjuk megmutatni. De azok az urak, akik ott voltak, de fölvállalják, Gabi, tehát az a probléma, van olyan, van már altábornagy is, most előadást fog tartani Veszprémbe, légerőnél szolgált, fölvállalja a témát, fölvállalja, el fog menni, te is ismered a Krisztelenden barátomat, igen, vele együtt lesz egy ilyen valami szabad egyetem, vagy valami, és ő lesz az első, aki el fog menni egy altábornagy nevét adja hozzá, és azt mondja, hogy el fogja mondani, milyen döbbenetes dolgokat tapasztaltak meg a pilóták Magyarországon. Na akkor menjünk tovább, hiszen ha jól megnéztem, akkor itt jó néhány összeállításunk van, és nem szeretném... Igen, már gyorsítani akarsz. Gyorsítani akarok, mert nem szeretném, ha bármi is kimaradna, mert ezek nagyon érdekesek. Na nézzük akkor a következőt. Szinte majdnem biztos, hogy található a világűrben olyan intelligens életforma, amely tökéletesen elsajátította az univerzum törvényeit. És ezek képesek lehetnek akár télidőkön keresztül utazni, emberi időben mérve, hatalmas távolságokat megtéve,
a csillagközi térben. Több mint 4000 esetről tudunk, ahol ezek a tárgyak a Föld felszínen landoltak, és fizikai bizonyítékot hagytak maguk után. Több mint 3500 pilóta szemtanúk van. Több száz eset van, amikor ezeket a tárgyakat radaron követték, ahogy több tízezer mérföld per órás sebességgel közlekednek, vagy eltűnnek, majd újra feltűnnek az égbolt egy másik pontján. Voltak Földön kívüli látogatások, voltak lezuhant járművek, ahol idegen anyagokat és testeket találtunk. Kapcsolatban állunk idegenekkel, nem külföldiekkel, hanem más naprendszerből származókkal. Láttam dokumentumokat, amelyek a USS Rooseveltről származnak, ahol több esetben UFO berepülések történtek. Majd miután nukleáris fegyvereket vittünk a fedélzetre, és a parancsnokom közölte velem, hogy bármit is írtam a jelentésemben, az sohasem történt meg, kézzelfoghatóvá vált az eltusolás. A szolgálatot kezdő legénység és a szolgálatot befejező legénység egyaránt látták, ahogy az UFO csak úgy ég és föld között lebegett. Fémes, kör alakú tárgy volt. Amennyire értek hozzá, a rakétáinkat mind hatástalanították. Ez úgy értsd, hogy egyszerűen nem működtek. Valami vagy valaki kikapcsolta azokat a rakétákat. Nos, emlékszem, ahogy ez a valami több ezer mérföld per órával repült, aztán egy fénysugarat nyomott a kilőtt rakétánkra. Utána ide-oda manőverezett, miközben próbáltuk eltalálni. Több fénysugarat is rálőtt a rakétánkra, ami irányt veszte, kibukfencezett a világőrbe. Az a valami meg ahogy jött, el is tűnt a szemünk elől. Meg voltunk győződve róla, hogy nem földi jármű volt. Elvették a filmet, kiszedték belőle azt a részt, amelyiken az UFO volt. Fogtak egy ollót, kivágták, majd egy másik tekesre ragasztották, amit elraktak az aktatáskájukba. Aztán a film többi részét visszaadták Mansman őrnagynak, akivel közölték. Reméljük, nem kell emlékeztetnünk önt, Mansman őrnagy, a biztonsági szabályokra és az eset súlyosságára. Aztán, hogy ezt hogy lehetne kommentálni, amit most látunk, aztán rájöttem magam, hogy abszolút felesleges kommentálni. Ez önmagáért beszél. Na, ezt akartam mondani, hogy önmagáért beszél, de azoknak az embereknek, a szkeptikusoknak mégsem beszél önmagáért. Uh-huh. Tehát itt most megint tényleg igazán avatott szakemberek mondták el, elmesélték, hogy mi van, hogy kell értelmezni ezeket a dolgokat, és azért ki is terjesztették egy kicsikét, tehát hogy ők azt mondták, hogy túlléptek azon a dolgon, hogy pusztán csak azonosítat a repülőszerkezetet látunk, hanem ők azt mondták, hogy a pilóták, Gabi, és itt lenne egy nagyon fontos dolog, hogy a pilóták ebben az esetben, tehát túlléptünk ezen a dolgon, nem egy azonosítat a repülőszerkezetet látunk, mert az valóban lehet egy olyan valami, amiről csak egyszer nem tudja megmondani, hanem vélhetőleg földön kívüli eredetű valamit, olyan tárgyat láttunk, mert úgy érkezett be a légkörbe, olyan sebességgel mozgott, olyan manővereket csinált. Magyar pilóták is elmondták, hogy ment egy bizonyos szerkezet, majd mit tudom, ment a becslésük szerint 1500 km-es sebességgel. Aztán megállt. A többi tagsebesség, hanem majd, hogy megállt. Aztán derékszögbe jelentáltathatott és elment. De ilyenről a későbbiekben majd fogunk látni felvételeket. Tehát az a lényeg, hogy a pilóták olyan dolgokat láttak, ami felhetőleg nem a Föld felszínéről indult és onnan került oda a levegőbe, hanem valahonnan a Föld körüli térségből. Na de ahogy itt előrevetítsem egy kicsit a következő összeállításnak nem, a tartalmát. Nem, akarok még beszélni, nem. Jó, én egyetlen egy mondatot mondok csak, hogy hát a pilóták beszélgetnek egymással, meg a földi irányítóközponttal. Azért ezek a beszélgetések, hát ha nem is mindegyik, de nagyjából nyilvánosságra hozhatók, vagy tudhatók. Gabi, ennek a jó részét, illetve bocsánat, a teljeset rögzíteni kell értelemszerűen. Igen. Nagyon sok esetben előfordul, hogyha valami olyasmi fajta jelzés érkezik valahonnan, és ők tudják egyébként, hogy rengeteg olyan nagyon lelkes rádióamatőr van, aki rááll ezekre a hullámoszokra, és még akkor is, amikor ment például a holdra szállás, meg az különböző ilyen üres kísérleteknél, akkor is rámennek ezekre, és figyelik ezeket a csatornákat, és abban a pillanatban, hogy ilyen történik, akkor abban például leáll ez a közvetítés, és akkor éppen nem mondanak semmit, elkezdenek elmismásolni a dolgok. Tehát mindenképpen megpróbálják, hogy akkor, amikor érkezik valami érdemi információ, akkor azonnal megpróbálják, leállítják a kommunikációt, mondanak valamit, azt jelzik, hogy mit tudom én, megszakadt a kapcsolat, és van ilyenkor mindig, van utólag már kiderült, hogy van 2-3 tartalék frekvencia, és arra, amire még nem tudtak az amatőrök rámogatni, és akkor ott folytatják a kommunikációt. Na, amikor de azért elkapnak beszélgetéseket. Elkapnak, hát szerintem nézzünk is meg egy ilyen bejátszás, hogy rajta. Hogy is néz ez ki.
Line's clear. 7, go ahead. I'm talking to you at 10 o'clock high. This is Houston. Say again, 7. I'm talking to you at 10 o'clock high. An object which is at the same place all the time but appears to be tumbling. Well, we've had it ever since yesterday. It just seems to be tagging along with us. Well, let's see, where's that district again? Yeah. Probably worth mentioning. Okay. And it's just the one that's actually moving, the other ones are just reflections. Azt mondta itt az egyikük, hogy ez ragadta meg leginkább a figyelmemet, hogy nem merev, hanem olyan, mintha, mit mondott, hogy mint egy abrosz. Igen, tehát mint egy amorf valami na, lenne. De változtatni tudja ezek szerint az alakját. Na most ez idáig rendben van, hogy megbeszéljük, vagy megbeszélik, de azok, akik látták, azok mit szólnak hozzá? Most például a szakemberek, az űrhajósok. Az űrhajósoknak szerintem a 99%-a, de lehet, hogy kivetően mindegyik megvan róla győződve, hogy az idegenek léteznek. Ők annyi rengeteg dolgot láttak, annyi dolgot hallottak egymástól. Annyi dolgot szereztek hivatalosan tudomást, Gabi, hogy azt mondják, hogy igen, földönkívüliek bizonyára léteznek, mert azt a megszámlálhatatlan jelenséget, amit úgy tapasztaltunk meg, hogy olyan tárgyakat láttunk, ami vagy a föld térségéből haladt el írtozatos sebességgel kifér az űrbe, vagy éppen az űrből jött visszafelé. Uh-huh. Tehát ők pontosan fel tudják mérni, meg tudják mondani, hogy igen, ezek milyen dolgok voltak. Őket egyébként ugyanúgy titoktartásra kötelezik. Elég sok problémát okozott náluk is, mert ők aztán még sokkal jobban félnek. Egy pilótának is szörnyű a csapás lehet akkor, hogyha fel akarják függeszteni, vagy megfejtetik, hogy nyugdíjba jelzik. Egy űrhajósnak, aki az élete azért ez még sokkal komolyabb, és képzeld el mondjuk egy olyan űrhajósnak, akinek mondjuk az volt a feladat, hogy elmenjen a Holdra, és visszatérjen, tehát ott aztán ez már egy nagyon-nagyon kemény dolog. Tehát ezek az emberek egyébként elkezdték kiszivárogtatni ezeket a dolgokat, annak ellenére, hogy általában aláírattak velük egy papírt, hogy 15, 25, 30, évre. Vagy nem tudom, évre titkosítani ezeket a dolgokat, és nem lehet beszélni. Én úgy gondolom, hogy ennek egy jó részéről nem is beszéltek még, de van, akinek tele lett a hócipője, például Edgar Mitchellnek, aki amerikai űrhajós, hát aki járt a Holdon, tehát akit nem lehet azzal vádolni, hogy na most egy abszolút kívülálló. Ő már ott is megtapasztalt bizonyos dolgokat, ő megvan arra győződve, hogy holdbázis van, tehát az egyik az alapját annak, hogy a Holdon valamifajta idegen bázis van, az ő beszámolójára is hivatkozhatunk, mert amikor ott voltak a Holdon, és rengeteg sok információt tett közzé, nagyon sok emberrel kommunikál. De ő is kivárt néhány évet. Igen, de ő például Erik von Däniken, akivel több műsorban foglalkoztunk, és még szerintem majd foglalkozunk is, Däniken nem nagyon hisz a mostani UFO-észlelésekben, ez egy nagyon érdekes dolog, ő csak az ősi idegenekben, és azokban a kutatásokban hisz, és ő találkozott Edgar Mitchell-el elbeszélgetett, és akkor végén azt mondta, hogy hát teljes egészében még nem győztél meg, de 95%-ban most már én is hiszek, mert te vagy az egyetlen egy olyan ember, akit én autentikus forrásnak tartok e tekintetben. Már csak azért is, mert járt a Holdon. Mert jártál a Holdon, és azokat a dolgokat, és szépen logikusan föl tud építeni ezt az egész történetet. Ezért ez egy nagyon vehemens öreg úr egyébként, mert valaki egyszer egy riporter valamit olyat akart neki mondani, hogy ez valami hülyeség lehet, és erre megfogta az öreg, és jó álcsúcson vágta a riporter, mert azt mondta, hogy hát ugye már ne nézzék már hülyének, csak most nem gondolják ők, egy ilyen ember, aki most itt hazudni fog, vagy hülyeséget fog ez állítani. Ez a felvételünk nincs meg. Ez nincs meg, amikor álcsúcson vágja, de nézzük meg, igen, hogy mit is mond ő erről a témáról.
They obviously have a different body configuration than we do, and the little grays, that's the most prevalent one. He walked on the moon. Tonight, he says, aliens are among us. Former astronaut Lake Worth resident Edgar Mitchell has raised some eyebrows and ruffled some feathers with his claims. Tonight, News Channel 5's Tim Malloy goes one-on-one with this true believer. With his beloved terrier in his lap in his comfortable Lake Worth home, he could be a retired insurance salesman. But take a look at Edgar Mitchell's wall, his photo gallery, that picture taken on the moon, February the 6th, 1971. What more can an explorer want than to be where humans have never been and to observe, gather your data, go back and tell the people? Ed Mitchell can captivate you talking about his 9-hour and 17-minute moonwalk. It was a record. But there's something else he'd like you to know. I don't know how many or where or how they're doing it, but they've been observing us and here for quite some time, and we see these craft all the time. Ed Mitchell is a straight talker and a true believer that we are not alone. I believe what I'm saying, and I cite the evidence that I know. He says that the government he served in the military and as an astronaut is perpetuating cover-ups of alien sightings, going all the way back to the legendary 1947 Roswell incident, an alleged alien spacecraft crash where remains were allegedly recovered. The reason for the denial was, number one, they didn't know if these were hostile and could we protect ourselves from them. Didn't want the Soviets to know, so they devised to lie about it and cover it up. Mitchell is unbothered by critics who think the guy with the right stuff has taken a wrong turn. He has no doubt there are alien craft observing Earth right now, and many more out there looking for us. How many civilizations could there be, or do you believe there are out there? Billions. We've got billions and billions of stars in a galaxy and billions of galaxies. And it doesn't take but a few planets around a few stars to have quite a few civilizations. Dr. Mitchell is one of only 12 people who have walked on the moon. He says he has never personally seen an alien but believes the people who say they have. Hát igen, mert azt akartam mondani, hogy széttártam a kezem, hogy neki se hiszik el. Gabi, de most ebből egy nagyon érdekes, hogy amiben remélem, hogy a nézők is eljöttek, hogy erre, hogy itt volt egy űrhajós, aki látott olyan dolgokat, amiről meg van győződve, hogy ez földön kívüli jármű, még egyszer, nem egy azonosítatlan fénypötty, nem egy azonosítatlan szerkezet, földön kívüli űrhajó. Látott saját elmondása szerint egy földön kívüli bázist a Holdon, ahova ő azon kevesek közé tartozik, akik eljuthattak. Látott rengeteg olyan dolgot az űrben, amit megmutattak neki, amiről biztos benne, hogy ezek kizárólag földön kívüli eredetűek lesznek. Na ez az ember akkor nagyon óvatosan és visszafogottan, de elkezdte tanulmányozni az UFO-s történeteket, de csak azért, hogy abból kihámozza, hogy mik azok, amik hozzákapcsolhatók az ő történeteihez. És akkor eljutott odáig, és nagyon sok ilyen ember jutott el, pilótákra is vonatkozik, eljutottak odáig, hogy ő most már nem csupán megpróbálja beleilleszteni az ő élményeit, az ő megéléseit, megpróbálja ezekbe a történetekbe beleilleszteni. És itt is egy elmondta, hogy milliárd és milliárd csillag van, millió és millió galaxis van, ennyi, ez a végtelenül hatalmasan irdatlan az univerzum. Ebbe bizonyára számtalan helyen alakulhatott ki értelmes élet, és ő megvan a győződelmi után látta ezeket a dolgokat, amik beérkeznek a Föld körülétésébe, hogy igen, ezek valamilyen formában ide tudtak jutni. Na de bocsáss meg, ez azért is jó, mert mindenki elmondja, ahogy mondani szokták, ugye még a szkeptikusok jó része is, hogy persze, elképzelhető, mert a nagyszámok törvénye alapján milliárdnyi hely lehet az űrben, ahol esetleg kialakulhat, de hát ő látott ilyet, ez itt a plusz. Igen, és ő úgy gondolja egyébként minden mellett, Gabi, hogy azzal, hogy ő látta ezeket a bizonyos dolgokat, akkor ő meg van róla győződve, hogy valóban lehetséges a kozmikus téren belüli közlekedés, tehát a csillagközi térben, nem csak az idézővetévet hagyományos módon fénysebességgel, mivel már más műsorban említettük, hogy semmi értelme nem lenne, mert
saját területen jön ki 100 ezer fényéves, tehát már csak azt se tudnánk fölérteni. Tehát ő meg van arra győződve, hogy igen, és akkor ez önmagában azt jelenti, hogy léteznek olyan megoldások, hogy a téridőnek a távolságét át lehet hidalni térugrásokkal, olyanokkal, amit más szintén nyitott tudósok már elkezdtek kidolgozni. Tehát gyakorlatilag van ez, amiről oly sokszor beszéltünk, egy hatalmas nagy ilyen puzzle, legyen egy térbeli puzzle, akkor ő megint belerakott egy kis darabot, amikor azt mondta, hogy ezt már nem lehet lesöpörni az asztalról, mert én azt tudom mondani, hogy igen, ezek a dolgok, ezek léteznek, meg vagyok rá győződve, és ezt akkor magyarázzuk már meg, erre semmifajta más magyarázat nincs. Tudod, miért hajtottam ezt így össze? Nem tudom, műszalagot akartam csinálni. Egyszer nekem mesélte valaki, hogy nagyon nehéz elképzelni azt, hogy térugrás, meg mit tudom én, hogy, és akkor valami ilyesmit mutatott, a csillagász volt az illető, hogyha innen el akarok jutni ide, akkor nem csak területén. Így kell körbe menni, hanem és nem csak így tudok, hanem így keresztbe is át tudok menni. Gabi, hát na most, ha ezt megnézed, ez tökéletes véde. Ott van a papíron, meg kéne tenni egy A4-es papír, mint egy 30 cm távolságot, viszont ha ott a két pontja között átnéz, a papírnak a vastagsága van, de ennél a téridőben még sokkal másabb a helyzet egyébként, és sokkal kisebb, és tényleg az Einstein-féle matematikai elmélet, az Einstein-nek az elméletei tökéletesen lehetővé teszik egyébként a fénysebességnél nagyobb sebességet, erről sem sokat beszélnek, és lehetővé teszi olyan szingularitásoknak a létezését, amelyek ilyen téridőkapukat nyitatnak, és valóban el lehet jutni. Az, hogy feltételezzük már, hogy ezek az idegenek már lényegesen több dologra jöttek rá, vagy ha nem is annyival fejlettebbek nálunk, ami létezhet egy akár évmilliárdokkal ezelőtt létrejött ilyen téridő csatorna rendszer az egész galaxisban, aminől képesek utazni, amiben ők csak felhasználók. Tehát nem, mert is, bocsánat, nem csak rövid leszek, mert nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy hát de igen, hát annak kicsi az esélye, hogy egy civilizáció, aki eljön ide hozzánk, körülbelül hasonló fejlettségen áll, mint mi, és akkor, de mondom, nem, ehhez ilyen dolgok kellenek, hogy ők nem feltételül azért ilyenek, és azért tudnak már közlekedni, mert rátaláltak ezeknek a téridőkapuknak a bejáratára. Nem nekik, tehát nem 20 millió éve fejlettebbek nálunk, és kitalálták az ilyen kozmikus közlekedést, hanem egyszerre, mint amikor mi megtalálunk egy olyan valamit, egy ősi emléket, és akkor hirtelen elkezdjük használni, és megdöbbenünk, de jó, nem tudjuk pontosan, mi nem tudnánk még megépíteni, de tudjuk használni. Ha van itt még egy dolog, ugye amikor elmennek az űrhajósok, x ideig fönt vannak, jönnek, mennek, holdra szállás, stb. De az x-et direkt azért mondom, mert ez nem tart hónapokig, meg évekig. Ellenben ott van az űrállomás. Nagyon jó, Gabi, ott aztán, hát ott tücsörögnek hónapokig, fél évig, hát akkor csak látnak ők is valamit, hát nem? Így van, hát hogy ilyen űrállomásból azért a különböző fázisokban azért már gyakorlatilag kb. 30 éve kering a föld körül valamilyen űrállomás. De most azok, akik ott vannak, illetve nem csak maguk a személyzet, hanem nagyon sok esetben egyébként a kamerák, tehát az automatán működő kamerák, azok készítenek olyan felvételt. Nem vagyok benne biztos, hogy ez ebben benne lesz, és egy kicsit előrögrök, tehát három hónappal ezelőtt volt a nemzetközi űrállomáson volt egy közvetítés, és hirtelen megjelent valami az ablak előtt, és élőben, és megpróbálták, nem is beszéltek róla. Már az űrállomás ablakában, persze, akkor éppen ment a dokkolás, éppen igen, ment igen, és akkor az egyik blogger gyorsan kirakta a netre, és utána körbefutott az egész világon, nem is beszéltek volna róla. Vagy van egy olyan, hogy ott látszik az űrállomásnak a kamerája, és elmegy egy ilyen bizonyos, az tényleg csak egy ilyen fénypont, biztos, hogy az egy tárgy volt, onnan lehet látni, hogy a kamera így abban a például automatán, tehát egy érzékeltés fordul utána, tehát hogy az egy fizikai tárgy volt, mert arra ment rá. Hát azért tehát fordult, rengeteg ilyen dolog volt, tehát nagyon jó a meglátásod, Gabi, ha valaki vagy valami eszköz, vagy ember, az valóban onnan a földközi térségben, ott van kint, nem zavarja a légkörnek a tükröződései, a légkörnek a szennyezettsége, sokkal tisztább felvételeket lehet készíteni. Egyetlen egy baj, ezt előrevetíteném a következő bejátásokban, az egyetlen probléma az, hogy a netre ennek csak a lebutított változata kerül föl, általában csak azért helyt akar ökösségi szempontból, tehát némi nemű kívánnivalót hagy maga után a felvételnek a minősége, de garantáltan mindegyik eredeti, originális mindegyiknek utána lehet nézni, hogy mikor, honnan kikészítette. Tessék!
a műsor elején már említettem, hogy vajon, amikor a szakemberek elemzik ezeket a felvételeket, akkor még így fogalmaztam, hogy mennyire veszik komolyan. De most azért is térek erre vissza, mert ahhoz, hogy egyáltalán tanulmányozni lehessen a nagy nyilvánosság előtt, akkor ennek valahogy napvilágot kell látni. Most rendben, hogy letörlik a beszélgetést, meg titkosítanak, meg mindent, de hát a képek azok megint csak önmagukért beszélnek. Gabi, hát amit most látunk, egy-két hétem döbbenetesek voltak, őszintén szólva. Jó minőségűek, ez még az a kategória volt. Rengeteg ilyen dolog tűnik fel ezen a különböző felvételeken. Ezt egyszer ellemzik a illetékesek, tehát egyszer a NASA-nak az illetékesek mindenképpen kielemzik ezeket a felvételeket, illetve egyszer erről már beszéltünk, hogy több millió órányi olyan felvétel van, több tízmilliónyi olyan fotó van, amit még soha senki nem látott, mert egyszerűen idő még nem engedte meg, nem volt idejük rá. Éppen az egyik ilyen nagy, ilyen gyorsétterem láncnak a nem tudom milyen raktárába tárolnak 1,5 millió, mert az volt, ott volt egy rengeteg hűtőkamra, valami nagykár raktára van szó, ott tárolnak 1,5 millió ilyen felvételt. Most ezeknek azt tudni kell, hogy ezek a felvételek régebben analóg formában voltak, tehát tényleg elő kellett hívni, most már digitalizált formában vannak, tehát ezeket először meg kell, fel kell dolgozni, és meg kell nézni. Na, ilyenkor jönnek azok az amatőr kutatók, ami szerint döbbenetes, amikor én mindig elvők hájulva. Olyan emberek, akik a saját lelkesedésükből, saját idejükből, saját pénzükből megvásárolt különböző eszközöken naphosszat ülnek a képernyők előtt, ebben leszedik ezeket a dolgokat. Levadásszák. Levadásszák, ez a legjobb szó, tökéletes. Levadásszák ezeket a dolgokat, és megnézik, megvizsgálják pontról pontra, tehát amiket ott láttál. És nyilvánosságra hozzák. És nyilvánosságra hozzák, és megteszik. Ezek a felvételeket nem lehet hamisítani, mert hogyha bárki, hát ott van a felvétel, rá van írva, hogy mit csinálta, hogy csinálta, utána lehet nézni. Persze. Ez mi egy nálunk, ez egy összeállítás, tehát amit mi csináltunk. Ennek az eredetén pontosan lehet látni, hogy ekkor és ekkor az űrállomás itt volt, ott volt, meg lehet ismerni, hogy éppen hol tartotkozott a földkörüli térségben, és mit vett föl. Tehát itt nincs hamisítási lehetőség. Viszont, valljuk be őszintén, ha te, vagy mi ketten itt néztük volna ezt a felvételt, és nem tudtuk volna, hogy mit kell keresni, akkor lehet, hogy elküldtem volna a filmket, mert láttad egy viszonylag kamerát, hogy keresztül ment. Igen. Arra mind a ketten, ha egy picit jobban odafigyelünk, és mondják, hogy gyerekek, alaposan nézzétek vagy meg, háromszor akkor meg. Már, vagy háromszor nézzük meg, akkor már tudatosult volna bennünk, hogy Gabi, nézd meg, itt megy valami, ami megtesz 5 másodpercet egy kontinensi távolságot, ami mit tudom én, 2000 km ebben az esetben, hát talán ilyen repülőszerkezet nincs, mert egy óra alatt meg tudtani az igen, de 3 másodperc alatt nem. Na, tehát egy óriási emberpróbáló feladat, Gabi, hogy ezeket a felvételeket, ezek az emberek ki tudják elemezni. Tehát nagyon sok olyan amatőr kutató van, és az amatőr kutatót, az amatőr szót, azt egy picit idézőjelbe tenném, mert sok esetben ezek amatőr csillagászok. Tehát de önök, amit mondtál, ne feled szabad, bocsánat, csak azért, amikor mondtad, hogy rádió amatőrök, hát szóval, hogy miket tudnak leszedni az éterből. Így van, de most ezek hát az amatőrök, ez annyiban, hogy nem hivatásosak, hát de ezek hihetetlen nagy tudású emberek, hát a kisújukban van a rádiótechnika, az esetben a képelemzés, vagy valami, és ők szépen gyűjtik ezeket az információkat, és nyilvánosságra hozzák. Igazából az a baj, hogy nem nagyon reagál rá a NASA, egyszerűen figyelmen kívül hagyja, tehát az a legjobb, nem, mert a legjobb védekezés mondják, hogy a támadás, nem, ők a legjobb védekezés az, hogy nem beszélnek róla, és hogyha jobban utána gondolsz, akkor a világpolitikában, a világgazdaságban, és ez így bevett szokássá vált. Van egy dolog, amelyben az emberek rájönnek arra, hogy itt valami nagyon nagy svindli van, ez nem úgy történt, nem úgy alakult, nem azért volt, nem úgy történt, akkor egyszerűen nem beszélünk róla. És itt ugyanezt a dolgot csinálják, hogy mert erre nem lehet, mert hogyha ha látnánk valami olyasmi, valami megmagyarázhatott a jelenséget, és akkor rá lehet fogni, hogy jó, igen, ez hülyeség volt, összetévesztették ezzel. Saját maguk által készített felvétel van, még egyszer sokat mondom el, az látszik, hogy mutattam neked az egyik felvétel, hogy tyum, hatalmas erőségek kimegy az űrbe az a bizonyos dolog, vagy itt eltűnik. Hát ezek lehet látni, hogy ezek a sokszorosában mennek annak, amivel bármifajta emberépítette szerkezet képes lenne. Mit csinálunk? Nem kommentáljuk a dolgot. Egyetlen egy, és tényleg egy fél mondat, hogy nehogy kiszaladjunk az időből. Most megmutattuk ezeket a felvételeket mindenhonnan. Tulajdonképpen itt a műsor folyamban, a hihetetlen műsor sorozatban még nem nagyon beszéltünk magyarországi észlelésekről. Az első kérdés, igen vagy nem, fogunk róla beszélni? Persze. Igen. Na most a kérdés másik fele, vagy az bujkál mögött, hogy például nálunk, most nem megyünk itt bele hadititkokba, meg honvédelembe, létezik
hogy mondjam, egy olyan figyelőszolgálat, vagy valakik figyelnek ilyen dolgokra? Gabi, az egész világon kell létezni ilyen figyelőszolgálatnak, ez is többször elhangzott, már elmondtam már, hogy nem, azért kell vizsgálni ezeket a megmagyarázhatatlan rendkívüli jelenségeket, mert nem tudhatják, nem lehetnek biztosak benne, hogy ez nem egy olyan valami fajta szerkezet, vagy ami a nemzetünkre veszélyt jelent, vagy az adott ország hadipotenciájára veszélyt jelent. Tehát mindenképpen figyelniük kell. Nálunk is nagyon-nagyon sok ilyen elemző van, megpróbálják kielemezni ezeket a felvételeket, és szépen közé is teszik, de a legnagyobb probléma az, hogy nincs igazán visszajelzés. Tehát egy ilyen jellegű műsorban, amit most csinálunk itt a hatósaton, amit ezt elmondjuk, megpróbáljuk összeszedni, összegyűjteni, rendszerezni, némi nemű magyarázattal ellátni, de ennyi. Tehát igazából hát a nézők nagy média, azért a nézők kattingatnak, hát a nézők meg nézik, tudják, persze. De a szakemberek. De nekünk az a lényeg, hogy arra a kis bázisra, amit itt most felépítettünk ezen a műsorra, azokhoz megpróbáljuk eljutatni ezeket az információkat, ami egyébként nem derül neki, és a neten is meg lehet találni az alapanyagokat, csak nehéz rendszerezni, tehát össze kell szedni, és tudni kell, hogy na most az a bizonyos valami, az pontosan mit ábrázol, hogy kapcsolódik a többi dologhoz, hogy kapcsolódik a pilótákhoz, űrhajósokhoz, tehát ebbe próbálunk még valami pluszt adni. Az a baj, hogy igazából a nagy média és a nagyobb, a komolyabb kereskedelmi televíziók egy-egy ilyen kis 3 perces vagy 1 perces valami híranyagfonalra foglalkoznak. Nagyon jó, Gabi, ez komolyan most nagyon egyenlőzünk. Ezt akartam mondani, hogy és ráadásul olyan bulvárizén csinálják meg, hogy abból fel sem merül benned igazából, hogy ez komolyan kéne venni. Tehát ez ilyen valami, na megint jött egy ilyen kis ostoba, valamit látunk, valamit, na és akkor mi van, gyerekek? Hát ennél sokkal fontosabb, hogy Gazsik fölvette a szép csillivili ruháját, és ott is megmutatjuk nektek. Na most hát ez a világban, ez mondjuk egy ilyen értékrendválság is van, de mindegy, tehát az a lényeg, hogy ezek a dolgok léteznek, és magyarázatért kiáltanak, és mondom, sokkal többet jelentenek annál, mint amit ezek a felvételek, hogy pusztán csak érzékelünk ott valamit, hanem ez egészen messzire mutat, mint az előző elmondtam, hogy feltételezi egyből több földön kívüli civilizáció létezését, illetve az, hogy hát Gabi, ha most megnézem ezeket a felvételeket, akkor nekem van egy olyan érzésem, például, hogy és ezért mondtam, emlékezz vissza a műsor elején, hogyha kimennél egy olyan területre, ahol nincs fényszennyezés, nagyon jó, igen, egy óra alatt legalább 3 rendkívüli jelenséget tapasztalnál, hát itt van, hát nézd meg, nem tudom, hogy ezek pontosan, hogy milyen formában jöttek, és lehet, hogy ennél 1000-szer több van, tehát, hogy egyszerűen lehet, hogy hemzsegnek ezek a bizonyos jelenségek, tárgyak itt a földkörüli térségben, csak jó időben, jó helyen kell lenni ahhoz, hogy egy átlagember meglássa, a jó időben jobb helyen, a legjobb helyen a pilóták, illetve ennél sokkal jobb helyen azok az űrhajósok, vagy űrállomások vannak, amik folyamatosan a kamerai készítik a felvételeket a földről, illetve a földkörítésről. Vagy űrrepülőgépek. Vagy űrrepülőgépek. Mert ezt még nem mondtuk. Bocsánat, de most jön. Igen. We'll be right back.
Hihetetlen, hogy elszaladt az idő. Egy mondatod van arra, egy tőmondatod, hogy a következő szállítást bekonferáld. Lássuk a folytatást. Tessék.
hangsúlyozzuk, nem trükkfilm volt, igazi felvételek. Következő alkalommal egy hét múlva a Philadelphia kísérlet lesz, ugye? Igen, amikor megvizsgáljuk, hogy 1943-ban miképpen tűnt el az Eldridge nevű amerikai romboló a philadelphiai dokkokban. Köszönjük figyelmüket, kedves nézők, tehát találkozunk egy hét múlva a viszonthallásra, a viszontlátásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin.